ocsmánság, csak azért, hogy még jobban szenvedjen a nép. Egyébként megkérdezhetem, hogy önnek van a családja, gyermekei, unokái, vagy akiket érint például ez a törvény, hiszen... Mondom. Mondja. 25 éves nagyunokám van, egyetemet végzett, a Richter Gedeonban dolgozik, vegyét. 3 unokám van, aki még az élet előtt áll. 10 éves, 8 éves, 4 éves. Tehát kell ennek az országnak 30 év legalább, hogy helyre jöjjön. Gyár, ipar, otthon, egészségügy. Ennélkül nem tudunk élni. Nem a multi. Nagyon szépen köszönjük, én közben ide lépek egy másik hölgyhöz. Ön merre, honnan érkezett? Budapestről. Egy kicsit hangosabban beszéljen, bár jó a hangosítás, de azért kérem szépen. Mi hozta ki ide erre a tüntetésre? Gondolom volt már más tüntetésen is, ugye? Mert olyan gyakorló tüntetőnek néz ki. Igen, én a Jobbik Magyarország mozgalom tagja vagyok. És mi hozta ki erre a tüntetésre? Ők és saját meggyőződésem is. És a kisgépszerelők? Mert hogy az van a táblán? Kisgépszerelők, ébredjetek! Ez van a táblán. Mindjárt megtudjuk, hogy miért, István. Ez azért van, mert a barátom nevelőapja nagyon erősen fideszes. Sokszor próbáltam pedzegetni neki, hogy vannak bizonyos téves gondolatmenetei, de nagyon el van zárkozva a kommunikációtól, és nagyon félek tőle, hogy hogy tudunk így családot alapítani, és hogy tudunk így egyáltalán egy világban élni. Ezért csináltam neki egy táblát, hogy kisgépszerelők, ébredjetek, mert ő kisgépszerelők. Ebből reméljük nem lesz családi vita otthon. Kisgépszerelők, ébredjetek! Kisgépszerelők, ébredjetek! Kisgépszerelők, ébredjetek! Ideállok erre az oldalra. Megkérdezhetem-e, hogy ön honnan érkezett és mi hozta ide közénk? Budapestről. Miért jöttem ki? Sokat gyára tüntetünk már, most van egy újabb érvünk, a rabszolgatörvény. De igazából szeretnénk, hogyha nem február 11-én történne már egy nagyobb lépés a sztrájk felé. Bízunk a nagyobb tömegekben, és bízunk a nagyobb változásban. És mit gondol, hogy mi lehet ennek a kifolyása, hiszen néhány évvel ezelőtt alig lehetett néhány zászló alatt összehozni az embereket. Most már gyakorlatilag a egész ellenzék politikai szempontból és szakszervezetből civileket beleértve megjelenik ezeken a tüntetéseken ugye hónapok óta. Mi hozta ki az embereket most már? Mi lehetett az, ami átszakította az inger küszöböt ön szerint? Elegünk van. Sok mindenkinek elege van, nekem is. Elegünk van. Elegünk van. Elegünk van. Elegünk van. Ez jó skandálni, de oka is van az embereknek, hogy skandálják ezt. És az összefogásban sajnos a közös az, amiért összefogunk, az az ellenség, ami most lebomlás, hogy is fogalmazzak. Halálos itt volt egy jó, tehát hogy sajnos nem csak elvek és érdekek mellett lehet összefogni, hanem valaki ilyen személy szerint az állam, a mostani kormányzó hatalom és az általuk hozott kevésbé mindenkit figyelembe vevő döntések ellen is össze lehet fogni. Úgyhogy most emiatt vagyunk itt, és amiatt bízunk abban, hogy meghallanak minket, és figyelembe veszik az emberek álláspontját, véleményét. És ha nem hallanak meg, mi lesz a következő lépés? Jó, erre ne válaszoljon, ezt majd közösen kitaláljuk. Gáborom, egy kicsit skandáljunk szerintem. Olyan jó volt ez az elegünk van, hát ha meghallják. Ebben te vagy jó. Jó, elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Hadd halljuk hátulról is! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van!